Aki figyelemmel kíséri az MMA és az ökölvívó mérkőzéseket, az bizony könnyen találkozhat egy-egy hirtelen brutálisnak tűnő sérüléssel. Persze a sérülés és a orrosérülés veszélye minden sportban ott van, hiszen a fociban is láthatunk néha olyan töréseket, amiket a legrosszabb némánunkba se akartunk. Ne felejtsétek el, hogy a sérülések benne vannak a pakliban, ám a megfelelő védőfelszerelések használatával le tudjuk csökkenteni a veszélyszázalékot. Erre pedig a prémium fájcsok kínálatában minden kiegészítőt megtaláltok. Kezdjük a listát az ökölvívással, ám azt előre le szeretném szögezni, hogy most igencsak felkavaró képek következnek, ezért ha nem vagy erre felkészülve, akkor inkább csak hallgasd az adást. 5. Eric Morales Marcos Maidana. Morales már régen túl volt a karrierje csúcspontján, amikor a toppon lévő Maidanával találkozott. Maidana már az első menetben elcsípte egy felütéssel Morales szemét, akinek az azonnal dagadni kezdett. A negyedik menetre konkrétan teljesen lezáródott Morales szeme, így a rutinjára és a tudására hagyatkozva fél szemmel boxolt végig 12 menetet, amit végül pontozásra veszítette. 4. Evander Holyfield Haseem Rahman. A korábban Lennox-Lewis kiütéséből a mai napig szépen élő Rahman egy másik legendával, Evander Holyfielddal csapott össze. Holyfieldről az egész karrierje során köztudott volt, hogy szereti használni a fejét, és nem csak az okos boxra, hanem a fejelésre értve is megtette ezt. A tudatos fejmunka itt is bejött, és Rahman honlokán talán a box történelem egyik legroteszkebb hematomája keletkezett, amit Holyfield folyamatosan támadott, egészen addig, amíg a ringorvos be nem szüntette a küzdelmet. 3. Arturo Gatti, Alfonso Gomez. A legendás Gatti sajnos 2009-ben halálozott el, azonban számtalan klasszikus mérkőzést hagyott maga után. Ha nyert, ha veszített, a neve garancia volt a parázs mérkőzésekre, és nem volt ez máshogy Alfonso Gomez ellen sem, aki végül a 7. menetben kapta el Gattit a köteleknél egy hatalmas jobbossal. Gatti a padlóra került, és a felső ajka annyira brutálisan felszakadt, hogy a mérkőzést azonnal félbeszakították. 2. Edison Miranda, Arthur Abraham. Az örmény kiválóság és a kolumbiai ütőgép 2006-ban találkoztak egymással. A nagyütő Miranda a 4. menetre 2 helyen is eltörte a bajnok állát, aki azonban folytatta a küzdelmet és 12 menetet állt végig a nagyütő kihívó ellen. Abraham feje annyira eldeformálódott a mérkőzés során, hogy alig engedte, hogy a fotósok lefényképezzék. A mérkőzés után egy platina merevítés és most kapaszkodjatok meg, 22 csavar kellett, hogy rögzíteni tudják a törést. 1. Sebastián Luján Antonio Margarito. Az ökölvívással foglalkozó lista első helyén egy 2005-ös sérülés került. Antonio Margarito itt még a csúcson volt, ám könnyen lehet, hogy már itt is csak egy csaló volt. Nem sokkal később a Shane Mosley elleni mérkőzésen ugyanis rajta kapták, hogy gipszel próbálja keményíteni a bandázsát. Luján ellen minden bizonnyal semmi szüksége nem lett volna erre a műveletre, és talán nem is csinálta meg, de a tény, hogy az ütéseitől leszakadt Luján füle, erősen megkérdőjelezi a dolgot.